Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakító nevezetű műsorában. Mai napi vendégem a Mi Hazánk Állatvédelmi Kabinetjének a vezetője, Veres Csaba Levente, akit szeretettel köszöntök a stúdióba. Kedves Levente, veled ugye elég sokat beszélgettem még a riport előtt, sok mindent elmeséltél magadról, nagyon érdekes dolgokról beszéltél. Mondd el kérlek szépen, hogy hogy jött létre ez a kabinet, és hogy kerültél te ebbe ennek a vezetési helyére? Köszönjük a lehetőséget. Hát Törözkai Lászlót már régóta ismerem. Most már lassan több mint 20 éve, sőt már több mint 20 éve. És amikor Mi Hazánk megalakult, akkor azonnal fölmerült bennünk, hogy az állatvédelem az nem egy baloldali érték, ahogy ezt ugye szokták sugalmazni, tehát azonnal összekötik a baloldallal, és ugye én úgy gondolom, hogy egy nemzetéért agódó keresztény embernek mindenképpen fontos a természetnek a megóvása is, ugye benne az állatokkal, az élővilággal, ugye van nekünk egy környezetvédelmi kabinettünk is, ami ugye az élővilág többi résztvevőjével foglalkozik. Tehát ennek a megóvása mindenképpen fontos, és én azt gondolom, hogy egy nemzeti, tényleg nemzeti pártnak ez nagyon fontos része, kötelessége egy ilyet fenntartani, ahol akár arra is készülünk, hogy mondjuk egy kormányzás esetén milyen törvényeket változtatnánk meg azonnal, a törvények végrehajtását hogyan racionalizálnánk, hogyan tudnánk olyan irányba terelni az egésznek a működését, hogy ne történhessenek meg azok a anomáliáknak nevezett dolgok, amiket sajnos tapasztalunk. Tehát látható az, most például egyik városunkban kitalálták, hogy a pataknak a szennyeződését úgy oldják meg, nem az, hogy a belevezetett szennyvizeket elzárják, hanem lefedik a patakot, és akkor ez megoldásnak tűnik. Ez pont ezért tegnapi hír, tehát természetvédelem az ennyi, és ezt nem tartjuk jó iránynak, de szerintem senki se. Tehát ez megint az a kategória, amit már mondtam is neked a fönti beszélgetésünknél, hogy vannak olyan alapértékek, ami szerintem pártfüggetlen és politika független, sőt világnézet független. Tehát én úgy gondolom, és ebben a szellembe szeretném vinni a Mi Hazánk Állatvédelmi Kabinetjét, hogy gyakorlatilag alapértékekről beszélünk, mint a természet, mint mondjuk a gyermekek védelme, eleve a társadalom elesettebb vagy védtelenebb részeinek, rétegeinek a védelme. Tehát ez nem lehet politika független, mert ahogy beszéltük, ugye nem, én legalábbis nem tudok olyan politikust elképzelni, aztán lehet, hogy létezik, a valóság az meglepetéseket okoz, aki mondjuk az állatok kínzását, vagy a gyerekeknek a molesztálását elfogadja. Ez most nagyon jó hangzik, amit mondtál, de mondjuk éppen a mai kormánynál nagyon sok helyen fölbukkan ez a dolog, ez a gyerekekkel kapcsolatos probléma. A beszélgetés kapcsán kiderült, hogy te egy nagyon jó szívű ember vagy, hisz saját pénzedből tartasz fel egy olyan állatmenhelyt, egy kutyamenhelyt, ahol aztán most pillanatban több mint 40 kutya van, igaz? Igen. Te fizeted a táplálékot, te őrzöd őket, te adsz nekik minden lehetőséget. Ez hogy alakult ki benned? Először is meg szeretném említeni feleségemet, aki ugye gyakorlatilag ő, aki ezt fizikailag megteszi, tehát ő az, aki az állatokkal foglalkozik, azokat tanítja, illetve hogy eteti, tehát mi azért foglalkozunk velük, próbálunk is ehhez megfelelő területen biztosítani, tehát ugye az a baj ma is jelenleg nagyon sok gyermesteri telepen, vagy akár más szervezeteknél például nagyon kicsi helyekre vannak az állatok bezsúfolva, nem természetes élet körülményeik között. Mi azért próbáljuk eléggé nagyra kiépíteni, illetőleg ugye a fő szakmám, ugye a villamosmérnök végzettségemnek köszönhetően azért próbálom gépészetileg és minden szempontból ezt egy bizony komfortossá tenni. Tehát a itatás, a hűtés, a fűtés az állatoknak. De gyakorlatilag nem csak arról van szó, hogy azt egy területet meg a kutyuskáknak adsz egy kis területet, ahol otthon érzi magát, hát itt belejön a számításban az állatorvosi kezelés is. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és akkor most innen megköszönném az állatorvosainknak azt, hogy ők azért nagyon-nagyon visszafogottan
számolnak, nem csak nekünk egyébként, ez megdöbbentő összetartás, hogy rengeteg állatvédő szervezet van, akik azért jóval kedvezőbb árat kapnak a helyi állatorvosoktól, és a helyi állatorvosok ezt... Igen, le a kalappal innen is az állatorvosoknak, akik ezt ugye támogatják, tehát valahol ők is ezt látják, hogy ez egy jó irány. Tehát ha most előző lakóhelyemnek, Szászhalombattának a példáját kell említenem, ott ugye egyetlen egy nem túl felszerelt rendelő volt, mikor mi ott ugye elkezdtünk rendet tenni a állatos témákban, tehát itt a kóbor kutyáknak a megszüntetése, hogy így mondjam, tehát ugye a begyűjtése. Sikerült ezt elérni valamilyen szinten? Olyan szintre sikerült ott eljutnunk, ami nem is gondoltam, hogy ilyen megdöbbentő szint, hogy mi a közterületi macskákat is a populációt tudtuk szabályozni. Uh-huh. Tehát becsapdázással, ivartalanítással tudtuk szabályozni az ott élő macska populációt. Ugye ez azért hatalmas dolog, mert évekkel később vezető hír volt, hogy Bécsben ezt megoldották. És néztem, hogy de hát mi ezt 5 éve megcsináltuk egy kisvárosban, tehát ez miért nem volt hír? Tehát ezt, igen. Pedig ugye ez költői azért... Költői a kérdés, és azt gondolom, hogy ez példa lehetne egyébként más ilyen méretű településeknek is, mert ugye megint az ökoszisztémában való durva belenyúlásokkal nem értünk egyet, és például ami fölmerül, hogy ilyenkor a macskákat ugye kiírtják teljes mértékben, ez nem is javasolható, mert akkor meg fog indulni egy hatalmas rágcsáló invázió, illetőleg ugye például a rókák és egyéb ilyen kisebb vadak be fognak szokni a városba, hiszen ezt az életteret nem a macskák uralják. Tehát ezt azért óvatosan képesek kell. Képesek kiszorítani a rókákat például egy városból? Persze. Hát ugye erre nagyon jó példa, Londonban éltem 5 évig, és Londonban például a rókák és a macskák, ugye ott a rókáktól annyira nem tartanak a veszettség miatt, gyakorlatilag mert nincsen a hozzá veszettség, és ott például a rókák és a macskák együtt bandáznak éjszakánként az utcán. Tehát hihetetlen, igen. De Magyarországon a rókát, hogyha macska van, vagy éppen kutya van a háznál, akkor a róka az egy jóval kisebb eséllyel fog beköltözni, illetőleg ha csak így át is halad mondjuk a kerteken, akkor se fog ott tartósan tanyát verni. Megmondom őszintén, nemrégen láttam egy pár filmet a YouTube csatornán, ahol ilyen otthon tartott rókákat tartottak. Annyira hihetetlen aranyos állatok voltak, hogy nem, olyan kedvesek voltak az emberhez, úgy tudtak örülni a simogatásnak, szóval nagyon aranyos állatok. Még komolyan gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha a kutyák mellett még egy rókát is tartanék, de azért azt azért elvetettem. Hát ez most pont a múlt héten történt eset, csak teljesen aktuális. Van egy alapítvány, a Rókales Alapítvány, aki pont rókákkal foglalkozik, és őket a vadászati hatóság pont a múlt héten lerohanta. Uh-huh. De a lerohanta alatt... Erről hallottam? Igen. Akkor te is biztosan hallottál. Ugye mi azonnal... Mi történt ezekről a szerencsétlen állatokkal? Hát egy részüket szabadon engedték, egy részükre kötelezték, hogy engedje szabadon. Uh-huh. Az a baj, ugye, hogy volt itt olyan állat, aki még sérült volt, vagy éppen nem volt visszahelyezhető a természetbe. Tehát ugye itt azt is meg kell érteni, hogy egy abszolút kézhez szokott, vagy ember által fölnevelt vadállat, az már gyakorlatilag nem. Részben megszűnik vadállattá lenni, hiszen ő nem fog tudni vadászni. Igen, tehát ugyanez van például a sérült madarakkal is. Tehát Magyarországon a madármentés is egy ilyen érdekes kérdés, mert ott is az egyik állatvédő barátunk komoly bajba került, mert ő gólyákat ment, és azzal vádolta ugye a hatóság, hogy ő ezeket a madarakat, ami ugye a magyar állam tulajdona, mert minden vad a magyar állam tulajdona, hogy ezt ő illegálisan befogva tartja, és borzalmas körülmények között, ebből nem volt persze semmi se igaz, a bíróság igazat is adott végül a madármentő úrnak, akit mi csak Vladként ismerünk egyébként, és végül még azt is ugye fölvetették, hogy ha viszont a vad az államé, akkor az ennek a vadnak a gyógykezelését, az állatorvosi ellátást, az államnak kéne átvennie. Igen.
Majd amikor ugye ez a bíróságon szóba került, akkor kiderült, hogy hát 15 év működik ez a madárkórház, teljesen szintén ilyen adományokból és fenntartásokból, és azt már nem akarta a bíróság se fejtegetni, hogy akkor itt az állam esetleg 15 évnyi pénzzel el van maradva, mert ugye ez egy olyan összeg lett volna, amit már nem akartak. Tehát ez megint egy érdekes dolog, hogy van egy tulajdonom, akkor azért felelek valamilyen szinten. De ez milyen tulajdon, hogy az enyém, de nem felelek érte. Tehát ha valami baja van, akkor ott pusztuljon el. Sőt, ha összeszedik a különböző önkéntesek vagy vadmentő alapítványok, akkor még őket utána még lehet a ziók érik. Tehát ez egy nagyon érdekes tulajdon, nem? Így van. Mesélted nekem, hogy ezeket az állatvédő társulatok között van egy ilyen láncolat, hogy egymással tartják a kapcsolatot, és hogy a esetleges ötleteiket át is adják, hogyha valami jobbító ötletük van, akkor átadják a másiknak is a tapasztalatokat. Milyen szinten működik ez a dolog? Ez nagyon jó, tehát ez a jól működő civil mozgalmaknak a jó példája, hogy gyakorlatilag egymástól függetlenül nagyjából hasonló módon működve, mégis egymással kommunikálva és tapasztalatokat megosztva igen hatékonyan lehet működni. Azért mondtam, hogy nem teljesen ugyanaz, mert van, aki például a kölyök kutyákra specializálódik, valaki a sérült állatokra specializálódik, van, aki mondjuk bizonyos fajtákra specializálódik, mert mondjuk egy olyan fajta, aminek a tartása már nagyobb szakismeretet követel, tehát mondjuk egy nagy testű juhászkutyával, főleg ha az mondjuk valami sarplaninac vagy ilyesmi, akkor ahhoz azért eléggé érteni kell, mert hát testsúlyban is összemérhető az emberrel, erővel meg szempontjából nem összemérhető az emberrel. Tehát ez egy különleges tudást igénylő, és abszolút le a kalappal ezek előtt az emberek előtt. Tehát amikor ugye például itt a visszatérve a rókalás esetére, vagy a rókákra ugye azt mondták, hogy ezek milyen veszélyesek, hát akkor gondoljuk végig, hogy mondjuk a nagytestű juhászkutyák, vagy a harci kutyaként apostrofált mindenféle állatok, amik ugye, tehát ez is ugye egy teljesen nonsens, hogy harci kutya, hát azért harci kutya, mert arra használják egyébként, de ezek az állatokat nem helyesen tartják, és ezek az állatok egyébként nagyon másképp viselkednének. Tehát őket szándékosan úszítják másik kutyára, szándékosan így szocializálják, de egyébként az állatok teljesen csodálatosan képesek viselkedni akár emberrel, akár gyerekkel, akár másik kutyával, hogyha őket úgy nevelik. Tehát ez egy borzasztóan rossz irány. Sajnos Magyarországon ez megint egy nagy probléma, és több szervezet is például ezért mondtam, hogy hasonló a működőben, vagy ez ellen lép föl. Az állatviadalok ellen kifejezetten speciálisan rávennek. Előfordulót találtok ilyen állatviadalos társaságban? Igen, tehát ezek a szervezetek, ezek rendszeresen, tehát ez megfelelő. Ez egy olyan dolog, az is nem akarom teljesen felfedni, hogy hogyan csinálják, mert ők azért elég ügyesen beépülnek ebbe a félig meddig alvilági körökbe, hogy információt szerezzenek, és tudják azt, hogy hol lesz a legközelebbi viadal. Tehát ez csak így lehet lecsapni. Sokszor például a rendőrséggel együttműködve, tehát a rendőrség ezzel nem foglalkozik annyira, viszont hogyha megkapják az információt, akkor hajlandóak, igen. Tehát ez egy, tehát azért mondom, hogy megvannak ezek a informális kapcsolatok, egyébként természetvédelem területén is, ott is gyakorlatilag az van, hogy a természetvédelmi őröknek ugye nincsen kapacitása bejárni azt a területet, de hogyha kapnak tőlünk egy biztos bejelentést, akkor nagyon szívesen kimennek és fellépnek. Tehát ezeket próbáljuk kiépíteni, igen, azért is fontosak ezek a kabinettek, ahol ugye gyakorlatilag szakembereket próbálunk összeszedni, és nagyon remélem, hogy ezt például meg tudjuk oldani viszonylag politikától mentesen és politikától függetlenül, mert ez lenne számomra az ideális, hogy az ilyen alapértékeket, amiket itt átbeszéltünk, hogy ezeket politikától függetlenül. Tehát ha valakinek van egy jó ötlete, és mondjuk azt mondja, hogy ez nagyon jó, ezt meg kell csinálni, de mondjuk utálom a tarackait, akkor is jó lenne, hogyha ez az ötlet eljutna, és eljutna egy olyan emberhez, aki ezt be tudja terjeszteni a parlament elé. Tehát nagyon jó példa,
Ugye sokszor ugye azzal vádolnak, nem vádolnak minket, hanem azt mondják, hogy hát ellopják az ötleteiteket. Uh-huh. Mondjuk a migráció. Az a lényeg, hogy megoldják a problémát. Igen, tehát nem az a lényeg, hogy kiírják a kerítésre, hogy Toroczkai László ötlete alapján, hanem legyen kerítés. Tehát ugye itt is én is ezt mondom, hogy bármelyik párt adja be, csak valaki adja be, valaki tegye meg azokat a jobbító lépéseket, amiket mondjuk ez a civil, ám de szakmában jártas kör, mondjuk az állatvédő szervezetek, összeadnak tudást, hogy akkor ez alapján ez legyen a vezérfonala mondjuk egy törvényalkotásnak, ezt valamelyik párt vállalja föl. És én örömmel vettem, hogy a Mi Hazánk Mozgalom ezt fölvállalta. Kedves Csabi, én nagyon sok fajta állattal voltam már kapcsolatban. Én neveltem föl fecskét, verebet, rigót. Utolsó, a rigót azt például éppen Münchenben a lakásomban neveltem föl, és mikor már annyira nagy lett, hogy már jó tudott repülni, akkor kivittem őt egy rétre. Nem akart tőlem elbúcsolni, követte az autómat, amikor onnan el akartam menni. Borzasztó aranyos állatok, és hogyha valaki mondjuk nevel egy kis állatot, akkor olyan tulajdonságokkal ismerkedik meg egy ilyen kis állattal kapcsolatban is, hogy ez hihetetlen. A kis fecském például azt csinálta, hogy ugye itt tartottam az ujjamon, fölröpült az égre, csinált egy pár kört, aztán visszaröpült ide a vállamra, és akkor csivitelve elmesélte, hogy milyen tapasztalatai voltak. Tehát olyan hihetetlen aranyosak, hogy nem igaz. És hát mai napig is van, ugye van a kutyáim, van macskám, van pávám, van baromfim. Most nevellek föl egy kis pávát. Olyan, annyira emberhez kapcsolódik, hogy úgy követ engem, mint hogyha mind az árnyéka kimegyek a kertbe. Nagyon édes. De mindesetre te egy olyan dologgal foglalkozol, ugye mondják is, hogy a kutya a leghűségesebb barátja az embernek. És aki ezeknek az állatoknak a tulajdonságait megismeri, akkor látja, hogy mennyire fontos ezeknek a jólétét is biztosítani az ember számára. Ha Mi Hazánk Mozgalom államvezetési pozícióba kerül, akkor te milyen feladatokat látnál, amit a legsürgősebben kéne megvalósítani? Nem egy könnyű kérdés. Nem egy könnyű kérdés, igen. Ez az, amiről naponta szoktunk egyeztetni különböző átvedő szervezetekkel, hogy mi legyen az első lépés, hogy álljunk neki. Ugye az egyik sarkalatos pontja, az ugye a jelenleg is működő, legalábbis a létező mondjuk azt, ugye csíprendszer. Tehát ugye mikrocsíppel jelölni kell az állatokat. Igen. Ugye ez a haszonállatokra is vonatkozik, igen. Tehát a szarvasmarhát is olyan fülébe ugye ellátják egy számmal, vagy éppen most már mikrocsíppel. Illetve a kutyáknál is. A macskáknál például nem kötelező a csippelés, tehát hogy mi különbözteti meg a két állatot, pedig a macska sokkal inkább kijár veszettséggel, hogy ezt a kapcsolatba kerülhet, még sincsen kötelező veszettségi oltása. Tehát ez egy, vannak érdekes kérdések. A csíprendszerre ugye alapvető probléma az, hogy ez már több bírósági ítéletben is megkaptuk, hogy a mikrocsip magában tulajdonjogot nem bizonyít. Tehát azért nem, mert az állatorvos nem kérheti el a személyi igazolványodat. Uh-huh. Amit egyébként bármelyik távközlési boltban elkérnek, és még le is másolják. Uh-huh. Milyen érdekes, hogy egy állatorvos az nem kérheti el. Tehát pedig egy sokkal komolyabb... Nagyon fontosnak tartod az állatok csipelését, hisz az emberi társadalom évezredeken úgy működött, hogy nem volt csipelve egyetlen egy állat, és általában az állattenyésztés sokkal magasabb szinten zajlott, mint a mostani időkben. Következő, igen, ez egy jó kérdés, hogy akarjuk-e őket megjelölni. Én magam részéről már a legelején azt mondtam, hogy nagyon jó, és amit lehetett, én csippeltem is a kutyákat. Következő nagyon egyszerű oknál fogva, mivel ugye az utcán dolgoztunk, ugye szedtük össze az állatokat. Én még emlékszem arra, amikor mondjuk találtunk egy elveszett kutyát, és nem volt se internet, se mikrocsip, és akkor több száz plakátot kellett lefénymásolnunk, kiragasztani a környéken, meg kitenni a boltokba, reménykedve, hogy valaki majd felismeri. Tehát itt nem feltétlenül csak az abból a szempontból, hogy ugye jogilag felelősséget vállalok az állatért, nem csak ez az oldala van a csipelésnek, ami egyszerűen a kutya nem tudja elmondani, hogy hol lakok. Tehát ezért, hogy haza kell találjon. Uh-huh. És ez bármilyen oknál fogva előfordulhat, hogy egy kutya elveszik. Tehát itt a legszélsőségesebb dolga például volt olyan, hogy autóbaleset történt, és a kutya kiugrott a törött autóból, és elmenekült ilyettében. Igen. És nem tudjuk azonosítani, hogy honnan, vagy a tűzi játékok. Kutya megrémül, aztán
Igen. Ki tudja, hova menekül el. Tehát ugye itt kezdődne, hogy a gazdák vállaljanak felelősséget. Most a chiprendszer alapján, vagy mondjuk ebösszeírás alapján, de nagyon gyakran előfordul polgármesteri, illetve önkormányzati pozícióban lévő ugye képviselőink elmondják, hogy nem tudunk mit kezdeni, mert kimegyünk az adott címre, ott van az a kutya, amit valamilyen keresünk, mondjuk be emberre támadott, vagy bármi, ott van a kertbe, akár ott van megkötve, majd kérdezzük, hogy öné a kutya, és a legnagyobb nyugalommal közli, hogy nem. És közben ott van megkötve a kutya. Igen. De mivel, hogy nem tudod más módon, tehát egyszerűen nem fogod tudni rábizonyítani, hogy ott van, hogy az övé. Megközni, hogy valaki az éjjel idehozta és ide kötötte. És teljesen nem reális magyarázat, de ugye nem tudod az ellenkezőit bizonyítani, nem tudod az illetőt megfogni. Ez igaz, nem is gondoltam, hogy ilyen... Tehát pont Szászhalombattán volt ilyen, ahol ugye konkrétan pont ilyen harci kutyának nevezett kutya gyerekre támadt, és mint kiderült, az érdi Nébih egyik vezetőjének volt az állata, és még csippelve se volt. Tehát a Nébih lenne pont ugye felelős ezért. Tehát megdöbbentő, hogy a hatóságnál dolgozó személy nem tartja úgy a kutyáját, nem jelöli, tehát hogyha ő de hogyan várhatja el, igen, tehát ő hogyan várhatná el, nem milyen érdekes kérdés? De. A másik szem, másik kérdés ugye ez, hogy például az oltások, ugye itt is fölmerül, tudjuk ez oltásokkal azért van gond humán oldalon is, tehát fölmerül az, hogy a veszettség elleni oltás az mennyire kell, mennyire nem kell. Felmerül az, hogy ezzel a vakcinával, amit nálunk oltanak, ugyanezt a vakcinát más országokban 2 évente használják, nem évente. Tehát ezen is lehetne finomítani, mondjuk szakmai tapasztalatok alapján. Tehát nem biztos, hogy kell az évente, de 2 vagy 3 évente is elegendő. Tehát lehet, hogy ezeken lehetne kicsit finom hangolni, de az első dolog ugye az, hogy mindenki vállaljon felelősséget az állatáért. Hogy ezt most kötelező jelleggel, csippel, vagy hogy oldom meg, az egy nagyon jó kérdés, hogy ezt milyen módon lehet megvalósítani. Ugye normális társadalomban oda mész, hogy a te kutyád igen, tehát elvállalja. Logikus, hogy vannak olyan részek, ahol ezt egyáltalán nem, és ez még az se, az előbbi példából láthatóan még azt sem mondhatnám, hogy ez mondjuk a szegény vagy borsodi részeken történik, hiszen ez máshol is előfordul, amint a kutyája, a nem megfelelő tartás miatt, nem megfelelő nevelés miatt adott esetben kárt okoz, vagy éppenséggel mondjuk egy bűncselekményt, vagy személyi sérülést. Tehát ez, és ilyenkor már hirtelen a gazdának nagyon kényelmes azt mondani, hogy nem tudom, valaki idehozta, egy barátom itt letette, nem tudom, az öcsém barátja tette be a kertet, ilyen válaszokat hallunk. Tehát olyan is volt, hogy a csípes kutya, fölhívtam ugye a gazdát, és megkérdeztem, hogy ismerőse ez a kutya név önnek, és ugye beolvastam a nevét. Azt mondja, igen, emlékszik rá, 3 évvel ezelőtt saját kezűleg temette el. Mondtam, akkor nagyon siessen, és hozzon egy papot is, mert itt áll a kutya és él. Tehát az emberek teljesen gondolkodás nélkül bármilyen hazugságra képesek. Tehát meg se kérdezte, hogy miért, vagy valami. Ő azonnal kitalált egy mesét, ami hát nem volt igaz, mert ott állt a kutyaiben egészségesen. Mit reagált, amikor így hát ilyen gombok, nagyon egyszerű, a telefonon van egy piros gomb, és ezt szokták ilyenkor reagálni, tehát ez felháborító, hogy akkor fogja, akkor kinyomja, jó, hát akkor nem jött be, akkor, akkor mondunk valamit, vagy nem is mondunk semmit, megszakítom a kommunikációt. A másik, ugye, ha már mondjuk van egy jelölés, mondjuk egy chip, ehhez ugye a hozzáférés. Tehát ez a baj, hogy jelen pillanatban ehhez csak az állatorvosi kamarának van hozzáférése. És ugye nagyon nehéz, szerencsére megint vannak olyan állatorvosok, akik tudjuk, hogy éjjel-kettőkor is föl lehet hívni, és értesíteni fogja a gazdát. Például van egy ilyen vágyam, vagy egy ilyen álmom, hogyha már ott van a 112-es segélyhívórendszer. Tényleg hát ugye azon problémáznak, hogy nem adhatnak ki harmadik félnek ugye információt, de akkor ne, mondom neki azt, hogy itt van az ilyen csípszámú kutya, itt van nálam, kérem értesítse a gazdát. És akkor ő a rendőrség vagy egyéb útján nagyon könnyen ezt megtehetné.
egy teljesen... Arra gondolsz, hogy az állatvédelemnek lenne külön egy ilyen hotszáma? Nem, hát a 112-t miért ne használjuk? Hát azt használjuk az autópályánál is bármit. Tehát az autópályán is, hogy idegen tárgyat látok, vagy bármit, ugye, hogy baleset az autópályán, a 112 majd tudja, hova kapcsolja. Uh-huh. És miért ne lehetne ezt megoldani? Ott van hozzá minden infrastruktúra. És nem átvihető a dolog? Eddig nem sikerült. Tehát ugye ott kezdődik, hogy az állam, a hatóság ugye nem tekint minket partnernak. Hát ez látszik is, hogy például ma azt hiszem 48 vagy 47 féle módon lehet valaki közfeladatellátó személy. Tehát a BKV ellenőr, a parkolőr és mindenki. Egyetlen egy nem lehet, a bejegyzett állatvédő szervezetek tagjai nem közfeladatellátó személyek. Ezt nem tudjuk keresztül vinni évek óta. Tehát ez csak annyiban lenne visszatartó erő, hogy mondjuk egy, ha valaki megtámadja őket az önkéntes munkájuk során, amit mi is láttunk, nekünk is egyik önkéntesünket hátba szúrták egy csavarhúzóval, tehát azért itt horrorisztikus dolgok történnek, de engem is dobáltak már meg sörös üveggel, tehát ez azért ezek létező problémák, hogy legalább az illető mielőtt azt a csavarhúzót vagy sörös üveget kezébe veszi, végig gondolja, hogy ezért kétszer annyit kapok. Azt a szerencsétlen ember, nem? Igen, túlélte egy hölgy volt egyébként, de nagyon rossz állapotba került kórházba. Egy olyan településen ráadásul, ahogy gyakorlatilag így megszűnt az államhatalom, tehát a rendőrök is annyit tesznek, hogy a település határába kint állnak, és lebeszélik az embert, hogy bemenjen. Tehát itt is ugye hátba szúrták a csavarhúzóval, életveszélyes sérülés, kórházba került, és eljárás se indult. Tehát ez megint egy ilyen jogi nonsens. Ezért nem működik ez az ország. Igen. És ugye ilyenkor azt mondják, hát csak magára vessen, minek ment oda. Ugye hányszor halljuk, tehát ez a mondom, be is lehet fejezni magától, tehát mindenki be tudja fejezni. De hát miért beszél, minek mentem oda? Azért, mert ott valami dolgom van. Ezért mentem oda. De miért nem mehetnék oda? Tehát ez a kérdés, hogy milyen okkal lehet kitiltani, és hogyha egyébként megszűnik egy településen a törvényes hatalom, akkor egyébként az, hogy Magyarország-e? Egyébként. Tehát jogilag ez majd Magyarország-e? Egyébként. Hiszen nem tudják fenntartani a rendet. Egyébként. Tehát mondom, ez a három dolog biztos, hogy tehát, hogy valami státuszunk legyen, tehát hogy az állatvédő szervezetek tagjait legalább bejegyzett, ugye ezek működő szervezetek, adó 1%-a jogosult, tehát egy jól lekövethető dolog, nem az, hogy most holnaptól kezdve mindenki majd ezzel fog visszaélni. Igazából nem, hogy semmilyen többlet jogot, csak egy minimális védelmet ad, hogy esetleg az ilyen támadások elkövetői azért kétszer meggondolják, hogy most végrehajtsák-e. Tehát ez egy teljesen jogos követelés. Tehát egy parkolőrnél, BKV tanárnál ez, ugye orvosnál is ugye szintén ez megvan, tehát hogyha egy orvost és a kórházon megtámadnak munkája közben, őt is ugye megilleti ez a védelem. Tehát miért is ne illetné meg? Hát, tehát az, hogy most ez a munka, ez most egy államileg fizetett, vagy egy önkéntes munka, vagy egy magáncég által fizetett munka, attól még ez ugyanúgy munka. Tehát mind a három rotta jó példa, ugye akár a parkolőr tanár, vagy az orvos, akkor az állatvédő, aki mondjuk ezt a munkát nem is feltétlenül pénzért végzi, sőt nem pénzért végzi, akkor miért ne kaphatná meg ezt a státuszt? Belegondolva, hogy egy olyan munkát végez egy ilyen ember, aki végül is valamilyen szinten átveszi az államnak a kötelezettségét, szívből csinálja, jó indulatból csinálja, és akkor még ez a megbecsülése. És nagyon sok esetben egyébként az, hogy például a madarak esetében, amikor emlékszem a madárinfluenza járvány, ugye terjedt, és ugye most is azért vannak ilyen időszakok, mikor kitör. Akkor például ugye az elhullott madarak, amiknek gyanúsak voltak ugye a tünetei, azokat például ugye boncolásra küldtük, és ugye ezt kielemezték, és ezzel például tudták a járvány terjedését monitorozni. Tehát ez egyetlen egy olyan célú dolog. Tehát azzal, hogy összeszedik azt a madarat, azt mondják, hogy ez nagyon gyanús, boncoljuk, és kiderül, hogy igen, ez itt pozitív, és akkor az ország másik részén is már is ki lehet mutatni gyönyörű szépen, hogy térképezni a dolgokat. Ugye? Tehát azért mondom, hogy sok. Ez egyébként egy európai uniós programunknak is a része, hogy azt szeretnénk, hogy minden településen legyen egy ilyen állatvédelmi centrum. Jó, hogy mondod Európát. Van-e nektek
nemzetközi kapcsolatotok, vagy csak Magyarországon belül gondolkoztok itt a szervező munkában? Az állatvédelmen belül, mondtam, hogy több száz állatvédő szervezet van, igen, jó kapcsolatokat ápolnak sokan német szervezetekkel, az a jellemző, hogy Németország, aki ebben nagyon sokat segít, ott német állatvédő szervezetek mind tárgyi adományt, mind pénzadományt rengeteget juttatnak. Tehát igazából sokszor úgy tűnik, hogy azért működik még ez az egész, mert mondjuk igen. Tehát bizonyos szervezetek jó kapcsolataik vannak, ugye. Ez még így változik, mert ugye például most Törökországban felmerült ugye az, hogy a kutyákat ugye kiírtják, a közterületen lévő kutyákat, de amikor az ukrán háború kitört, akkor rengeteg kutyát, akár kóbort, akár gazdásat is telepítettek ki a német állatvédők. Most, hogy mondod, tényleg, én most jöttem vissza Törökországból, 3 hetet voltam ott, és 6000 kilométert csináltunk az országon belül. Valóban nem láttam nagyon kutyákat a városokban. Ott ugye... De macskából sokat? Macskából sokat egyébként, mivel mondta a macskának nagy haszna, hogy a macska azért a rágcsálókat rendesen írtja. Kutyából nem sokat. Kedves Csabi, nem tudom, van-e még valami a lelkeden, ami még úgy mindenképpen kikívánkozik? Elég széles tájékozódás sikerült neked itt mostan. Ami a lelkem van, ugye az egész hazai állatvédelemnek ugye az egy nagy problémája az, hogy rengeteg állat él állatmenhelyeken. Tehát, és emberek vásárolnak, sok pénzért vásárolnak kutyát, adott esetben ugye mindig azt javaslom, hogy valakinek egy kutyája van, a kutya is társas lény, azért jó, ha két kutyája van, tehát nem akarom mondani, hogy esetben is, igen, ez jó példa. Tehát, hogy ha lehetséges, akkor próbáljanak meg egy menhelyről kutyát fogadni, örökbefogadni. Menjenek el, látogassák a környékbeli menhelyeket, akár mondjuk a bizonyos adományokat is szívesen fogadnak, főleg itt délelőtt például, tehát ugye itt szükség lehet a szalmabálától kezdve mindenféle egyéb dologra, párnákra, ilyesmikre, ugye hát a telelés az mindig nehéz a állatoknak, tehát azért őket kiteleltetni, főleg ahol nem zárt helyen vannak. Ugye itt is azért, tehát mindig van azért orja, hát ez logikus, hogy ugye valamilyen kutyaház, valamilyen zárt hely van, de hát ugye kifutók is vannak, hogy éppenséggel valamilyen módon megvonodva a sétáltatásuk, tehát azért ritka az olyan jól felszerelt menhely, ahol az állatok bent vannak. Nem is gondolnám, hogy jó, hogyha abszolút fűtött helyen vannak csak, tehát ez a kinti-benti tartás, ez egy teljesen jó megoldás. És hogyha az menhelyeken lévő állatmennyiséget tudnánk csökkenteni, egy, ez nagyon jó lenne az állatoknak, kettő szerintem a gazdáknak is, mert akik eddig nem bírnak a egyedül lévő kutyájukkal, aki mondjuk a távol létükbe lebontja a lakást, akkor hát van ilyen, unatkozik. Tehát unatkozik, elkezdi akkor megnézni, hogy milyen ezek a függönynek a széle, jé, ez jön lejjebb is. Tehát ha viszont két kutya egymást lefoglalja, az sokkal jobb. Tehát ők is ugye társas lények, nekik is szükségek van. Sőt, hát ők egy nagyobb közösségbe, effektív egy nagy családba, ugye falkába élnének normális esetben. Ez lenne az egyik legfontosabb, hogyha a menhelyek telítettsége csökkenne, akkor sokkal gyorsabban tudnának reagálni az átvédő szervezetek a felkérésekre, mondjuk például, mint az árvíz esetén. Viszont egy olyan ötlethez, hogy elmennétek mondjuk középiskolákban, és megbeszélnétek az iskola igazgatósággal, hogy osztályonként időről időről kijönnek a gyerekek meglátogatni egy ilyen menhelyet. Egyrészt látnák a saját gyerekek, a saját tapasztalatok, hogy mi történik egy ilyen állattal, milyen kedves egy ilyen állat, és mennyire ragaszkodik az emberhez, mert akkor megnyílna egy szelep. Igen, de ezt általában visszafele szoktuk, tehát mi azt szoktuk csinálni, hogy mi visszük ki az állatokat az emberi programokra például. Az iskolák most problémásak lettek, mert ugye az iskolákhoz most nehezebb bejutni, tehát ott már ilyen külön belügyminisztérium regisztráció kell, de mondjuk ilyen gyereknap, földnap és ilyen rendezvényeken mindig a faluban szoktunk jelenni. Ennek több oka van, az egyik oka az, hogy azokat a kutyákat visszük ki, akik jól szocializáltak, bírják ugye ezt a tömeget. Kettő, ugye azért egy menhelyen lehetnek akár mondjuk stresszes állatok, sérült állatok, most szedtük ki az autó alól, mindenféle kondícióban lehetnek. Nem biztos, hogy nekik az jó, hogy ott rájuk szabadul 30-40 sikoltozó gyerek. Tehát ez harmadrészt ugye, ami eléggé fontos, ugye az egy ilyen menhelyen közösségben élnek az állatok, hogyha valami
bekerül egy bármilyen fertőzés, akkor az gyorsan végig szalad az egész állományon. Tehát azért nem véletlen, hogy régebben ugye a sertéstartó telepekre is nagyon komoly biztonsági előírásokkal lehetett bemenni itt Magyarországon is, tehát át kellett öltözni, egy zuhanyzón keresztül lehetett belépni. Meg akkor oka az volt, hogy benn volt több ezer sertés, ami akkora gazdasági vagyon volt, hogy ezt vitték ugye ezzel, hogy nem sétálhatott csak úgy be. Tehát ez itt nagyon fontos. Harmadrészt ugye persze el lehetne különíteni olyan kenneleket csinálni, ahol csak azok a kutyák vannak, akik már ugye örökbefogadhatóak, vagy éppen olyan emberhez szoktatott. Vannak is ilyenek, tehát vannak hál' Istennek egészen korszerűen megépített menhelyek, akár Budapesten is, a Noé, de több helyen is, mondjuk a Miskolci, aki is egész szép menhelyet húztak föl, ott a várossal karöltve, ahol a gyepmesteri tevékenység és a városnak a állatvédőszerzet együtt tud dolgozni. De most Budapesten is ugye itt van az Illatos úti telep, ami ugye régebben egy hírhedt hely volt, nagyon nagyot lépett az is előre. Értelemszerűen látható a fejlődés, látható sajnos az is, hogy sokan abba hagyják, mert egyszerűen kiégnek, kifogy a pénz, tönkre mennek anyagilag, tehát itt azért nagyon-nagyon komoly pénzek mennek ebbe bele, tehát ismerek olyan állatvédőt, aki már a harmadik családi házát adja el, és fordítja bele ebbe. Hát azt mondom, hogy most magadról beszélsz. Nem, én nem adtam el házat, én nem vettem legfeljebb meg, de én nem. De hát mesélted de, nekem, milyen pénztömeget hatalmas. Meg ugye a másik az, hogy az emberi, tehát az emberi oldala az, hogy kellenek olyan önkéntesek, és erre csak buzdítom az embereket, hogy igen, csatlakozzanak állatvédő szervezetekhez, aki adott esetben mondjuk kezdheti úgy, hogy a menhelyen segít, aztán később mondjuk akár vállal kutyát szocializálni, tehát ugye egyedibe tud foglalkozni akkor egy állattal, ami mondjuk valamilyen trauma ért, illetőleg ugye akár később ugye akár terepi befogásokban meg ilyenekben is részt vehet. Tehát egy nagyon akciódús élet, tehát azért nem gondolja azt az ember, sőt azt mondom, hogy túl akciódús, mert adott esetben mondjuk Szenteste fog jönni a hívás, hogy na most kell összeszedni a kutyát, mert az autópálya mentén van, és mindjárt fölmegy az autópályára, és érjék ki 10 percen belül, mert különben már esélyed sincs. Tehát ez azért egy állandó készenlétet igényel. Nem is gondolná az ember, hogy nem is gondolná, igen. Kedves Csabikám, köszönöm szépen, hogy itt voltál, időt szakítottál erre. Köszönjük a lehetőséget. Nagyon szívesen. Viszontlátásra, szakos nézők.